ismét választás lesz Izraelben. Az ország parlamentje, a Knesset szerda éjszaka ellenszavazat nélkül döntött saját feloszlatásáról és az új választás kiírásáról, mivel egyik párt vagy szövetség sem tudott kormányt alakítani a szeptemberi voksolás után. Egy éven belül ez már a harmadik választás lesz, ami példanélküli a zsidó állam történetében. Tartsák távol a gyerekeiket a televíziótól. Választást tartunk, és ez a választás a gyűlölet, az erőszak és az undor fesztiválja lesz. Gondoskodjanak róla, hogy a gyerekeik ne ülhessenek a televízió elé a következő 3 hónapban, mondta egy képviselő. A két legerősebb párt, Benjamin Netanyahu jobboldali Likudja és a centrista Kékfehér egymást okolják a kormányalakítás kudarcáért. Miután saját erőből egyikük sem tudott parlamenti többséget szerezni, az elmúlt időszakban már a hatalom megosztásról tárgyaltak, azonban ez sem vezetett eredményre. A jelenleg átmeneti miniszterelnökként kormányzó Netanyahu-nak az ellene indult eljárások mellett további aggodalmat okoz, hogy a Likud az év végére tisztújító kongresszust tervez, ahol veszélybe kerülhet a politikus korábban érinthetetlen vezető szerepe. A közvéleménykutatók szerint a lakosság több mint 40%-a a Likudot hibáztatja a koalíció kudarcáért, a Kékfehér Szövetséget csak 5%. Az új választást március 2-án rendezik. Egy friss felmérés szerint az elmúlt időszakban a Benny Gantz vezette Kékfehér tovább erősödött a Likuddal szemben, a padhelyzet feloldása azonban még mindig kérdéses.